a mi pénztárcánkra, a mi napi fogyasztásunkra hogyan hat ez az orbitális forintgyengülés? Akkor is, ha nem utazunk külföldre, nem vásárolunk mondjuk külföldi online üzletekben. Minden terméknek az ára nő. Kezdjük a benzinnel. A benzinnél mindenki boldog, hogy 480 forinttal vásárolhatunk, de a szabadpiaci ára ugye 800 körül van. Abban az esetben, hogyha az árfolyam normális szinten volna, akkor nagyjából ez a 800 forintos benzin még mindig nagyon magas lenne, de nem 800, hanem 650, 660, 670 körül volna. Már hogyha forint erősebb lenne. Ha forint erősebb lenne. Ebben az esetben nem biztos, hogy ugyanezt a bornért árbefagyasztást kéne csinálni, ami diszkriminatív az EU-s állampolgárokkal szemben, aláássa a jogbiztonságot, a tulajdonbiztonságot, hiszen a kis benzinkutak tulajdonosai tönkre fognak menni, és már tönkre is ment egy pár, hiányhoz vezet, rationinghez, tehát korlátozásokhoz vezet, ez az 50 liter, ezt látjuk, korrupcióhoz vezet természetesen. Az alkalmazkodás teljesen kizárja a gazdaságból, mert relatíve olcsóbban lehet megkapni, mint hogyha a piaci ár volna, tehát senkinek eszébe nem jut emiatt takarékoskodni. Úgyhogy minden szempontból rossz jelzéseket ad a gazdaságnak. Ez nem azt jelenti, hogy ne kellene támogatni mondjuk a családok felét, kétharmadát, de nem az árak befagyasztásával, hanem azzal, hogy normál piaci ára van, akkor még nagyobb lenne az olajkereskedő cégeknek a profitja, ez a windfall profit, amit el lehet vonni tőlük, és ebből lehetne küldeni egy csekket a családoknak havonta 15... A rászorulóknak. Hát igen, a fele kétharmadának azt hiszem, hogy lehetne küldeni. Nos, tehát ezen is látni. Akkor az élelmiszereken nagyon látni. Magyarországon a harmadik legnagyobb az élelmiszerár emelkedés egész Európában, holott mi nagyjából azért nettó önellátók vagyunk élelmiszerből. Ennek az az oka, hogy a gabona árak is a napraforgótól és a gabonáig mindennek világpiaci ára van. A világpiaci árak a belföldi árat is meghatározzák, de a világpiaci árak dollárban jegyzettek, és a dollár forint árfolyamán keresztül válnak belföldön ármeghatározóvá. Tehát senki ne értse félre, hogy itt, ha nem lenne ilyen gyenge a forint, nem lenne áremelkedés, lenne, de nem 18,6% lenne. Az Európai Monetáris Unióban a legfrissebb első fél éves számok alapján az élelmiszeráraknak az infláció 8,6% körül van, tehát az is nagyon magas. De kevesebb, nem, mint a fele de a magyarnak. De kevesebb, mint a fele a miénknek, mert hogy az euró árfolyama az nem ment így le, meg nem volt ilyen laza a költségvetés és a monetáris politika. Az autóárak 20-25%-kal emelkedtek, csak azért, mert az árfolyam így le, nem csak, a fele ott is. A megnövekedett környezetvédelmi előírásoknak köszönhető, de a másik fele az az árfolyam hatás.